Először vagyok együtt a Klárikával zsűribe. De ennek örülsz, remélem. Örülök. Nem is mondhatsz. Örülök is, meg nem is. Grandiózus show keretében közel 500 magyar sztár részvételével mutatták be a Duna TV új showműsorát, a Csináljuk a Fesztivált. A Csináljuk a Fesztivált színpadán a két műsorvezető, Rókusfalvi Lili és Fodor Imre. Ennyire szemedgyönyörködtető műsora, ennyire tényleg fesztivál műsora, lehet, hogy azt kell mondjam, hogy nem is volt a magyar televíziónak még. Sok tehetségkutató show mellett után most igazán nagy dolog, hogy azok az előadóink énekelnek és szórakoztatják majd a nézőket hétről hétre, akik itt vannak nekünk, Csonka Banditól, Dolhai Attinát, Miller Zolt. És... mi egy pici ízelítőt is adtunk majd abból, hogy mi vár a kedves nézőkre, itt a jelenlévő sajtóképviselőinek, mert hogy a Janicek Vece ugye énekelt egy dalt is, ami már az a dal, ami majd a Csináljuk a Fesztiválban van, de nem úgy előadva még teljesen, ahogy majd látni fogják a kedves nézők, és mutattunk ízelítőket az adásból, mind a zsűriről természetesen, mind pedig a fellépőkről, a szereplő dalokról. Ez egy olyan fantasztikus show, ahol tulajdonképpen a dalok versenye van, keresünk 100 év legjobb magyar dalát, ami nagyon nehéz, és semmiképp nem az énekeseket kell minősíteni, meg nem is lehet, ugye, mert itt 70 vagy 80 olyan... 82 profi van, igen. Olyan profi énekes van, meg az ember nem szívesen konfrontálódna valamelyiknek a rajongó táborával. Én azt gondolom, hogy szeretünk elfeledkezni a múltunkról, szeretünk elfeledkezni a múltunk azon értékeiről, amik meg nagyon fontosak azért is, hogy a saját identitásunkat megtaláljuk, és ezt büszkén tudjuk viselni, és ezekhez nem csak azt tartozik hozzá, ami a Kodály Bartóki örökség, ha mondjuk zenéről beszélünk, hanem az a fajta könnyű zene is, amit pedig ez a műsor mutat be. Tényleg a legnagyobb slágerek a 40-es, 50-es, 60-as, 70-es évekből, ezek a mai napig jó nóták, a mai napig énekelhető nóták, a mai napig van mondanivalójuk ezeknek a nótáknak. Olyan profi emberek vannak a zsűriben, ugye a Klárika, a Feke Pali, a Republikból a Boros Csaba, egy Balázs Andi, és van egy kis fiatal kislány. Ez hatalmas élmény volt, hogy utolhattam a zsűribe, és én is részese lehettem az egésznek. Nyilván én vagyok a legfiatalabb, tehát nagyon szeretem ebben a műsorban, hogy minden zsűrinek más a véleménye, más évtizedből, más vélemények, minden más. Úgyhogy én nyilván legfiatalabbként a saját tapasztalataimból tudtam merítkezni. A kedvencem egyébként az ilyen 50-es, 60-as évek voltak, amikhez nagyon nem tudtam hozzászólni az elején, aztán annyira belőttem azokat, csak ezeket a dalokat hallgatom. Remek dalokat válogattak, remek előadókat válogattak. Hozzá van egy olyan színpadi sónk, amitől tényleg azt gondolom, hogy mindenkit a libabőr fog kerülgetni. Ebből nem lehet rosszat csinálni. Ne felejtjétek, tehát március 19-től szombattól jön a Dunán a Csináljuk a Fesztivált!